Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal folytatni fogjuk az Autóked alapozó sorozatunkat. Az előző alkalommal megnéztük, hogy hogyan lehet létrehozni rajzelemeket, mik az alapvető rajzutasítások, mi az, hogy parancsol, és hogyan lehet kijelölni és törölni a modelltérben. Ma azt nézzük meg, hogy hogyan lehet pontosan rajzolni az Autóked segítségével. Első lépésként nézzük meg, mi is a probléma. Hozzunk létre egy vonalrajzenemet a vonalparancs segítségével, tegyük le valahova a kezdőpontját, majd a végpontját. Enterrel vagy space zárjuk le a parancsot. Most az lenne a feladatunk, hogy szerkesszünk egy másik vonal entitást úgy, hogy az egyik végpontja csatlakozzon a már lerakott rajzerem valamelyik végpontjához koordináta helyesen. Próbáljuk ezt megtenni. Rámegyünk megint a vonalparancsra, letesszük a végpontot valahova, és most jön a feladat, ezt hozzá kellene illesztenünk a meglévő rajzerem egyik vagy másik végpontjához. Amikor ezt csináljuk, érezzük, hogy van benne valamilyen fokú bizonytalanság, nem tudjuk, hogy mikor is vagyunk azon a koordináta helyen, ahova letettük ugye az előző egyenesünknek valamelyik végpontját. Ha klikkelünk, akkor ugye letettük az új egyenesünknek a végpontját, nézzük meg, hogy mennyire sikerült összehozni őket közös pontban. Látszik, hogy ez nem ment. Biztosan az lehetett az oka, hogy nem voltunk elég ügyesek. Jelöljük ki a rajzenemet, próbáljuk meg újra. Kicsit belenagyítunk, hogy közelebb legyünk hozzá, tegyük rá. Ráraktuk. Tulajdonképpen, ha vizuálisan értékeljük a munkánkat, azt mondhatjuk, hogy készen vagyunk. De nézzük meg, hogy valóban koordinátor helyesen találkozik a két egyenes végpontja. Belenagyítunk, és hoppá. Megint azt látjuk, hogy nem pontos. Jelöljük ki. Az egyenes végpontját, oké, okay, nem baj, megint belenagyítunk, hozzáállakjuk közel, levesszük a kijelölést, és hát, ha megint belenagyítunk, azt látjuk, hogy megint, megint és megint nem sikerül ezt a feladatot elvégeznünk. Hogy lehetséges ez? A hiba alapvetően nem bennünk van, ez egy természetes dolog, ugyanis az autókednek az egélmutató pozícióját, amely a képernyő tér koordinátájában van meghatározva, át kell számolnia a modellezett tér koordináta rendszerébe. Ez pedig nem egy annyira egyszerű feladat, és hogy újra rá tudjunk állni az egélmutatóval egy meglévő modelltérbeli pozícióra, az autókednek a felhasználó számára segítségeket kell biztosítania, és ezek azok az úgynevezett fogók, amelyekkel már ugye megismerkedtünk az előző alkalommal. Ha ráviszük a mutatót, akkor szépen a fogó rászneppel az adott pontra, ilyenkor üzeni nekünk az autóket, hogy ho, én megtaláltam azt a kodrányt, ami, amivel te valószínűleg szeretnéd dolgozni. Ha ide klikkelsz, akkor pontosan azt a koordinátát fogom kiolvasni, amit te kerestél. Minden más esetben sajnos hibával terhelt a művelet. Most nézzük meg, hogy a fogókkal hogyan lehet összehozni két rajzelem végpontját közös koordináta helyre. Kitörlöm ezt a két egyenest, és újra lerakom őket, lerakom az egyiket, ide le fogom rakni a másikat, és most megint az a feladatom, hogy ennek az egyenesnek a végpontját illeszem ehhez az egyeneshez. Kellene ugye egy fogó, ami segít engemet ebben a műveletben. Nosza, jelöljük ki ezt a rajzenemet is. Megkapjuk a fogóját. A fogó ugye ráhúzza a mutatót az adott koordinájú pontra. Most rámegyek a másik egyenesre, beleklikkelek a fogóba, és szépen picit belenagyítok, lehet látni, hogy a fogó a szárkeresztemet ráhúzta az adott pontra, klikkelek, és gyönyörűen a két egyenes végpontja most már egymáson fekszik, egy adott pontban találkoznak, azaz pontosan egy pontban illeszkednek, akár mennyire nagyítok bele a modelltérbe, ezek bizony azonos koordinátájú ponton fekszenek. Tehát, amit ebből a példából kiszerettem volna hozni az az, hogy az autókedben rajzi segítségek nélkül bizony nagyon nehéz pontosan rajzolni. Viszont az autókedben csak és kizárólag pontosan szabad dolgozni, hiszen itt a hibák nem tűnnek el, hanem szépen összeadódnak, és a végén már például a mérletezésnél olyan problémákat okoznak, hogy igazándiból küzdünk az autókeddel, nem pedig tulajdonképpen egy élmény vele a munka, és gyorsítja a tervezési folyamatot. A mai rövid videónak a témája tehát az, hogy megnézzük, milyen funkciókat kínál az AutoCAD erre a problémára. A rajzi segítségek alapvetően a felhasználói felület az alsó sávában helyezkednek el. Ezek közül az első, az úgynevezett háló, vagy grid mód, amelyet úgy tudunk elérni, hogy ráklikkelünk az ikonra. Ha ráklikkelünk, megjelenik egy vizuális háló, amely zoom adaptív, tehát a háló felosztás változik annak függvényében, hogy milyen zoom tényezőt használunk. A hálót ugye az F7 funkció billentyűvel tudjuk bekapcsolni és kikapcsolni. Tehát az F7 funkció billentyűvel tudjuk bekapcsolni, vagy éppen kikapcsolni. A háló párja Mellette a Snap Mode amelyet ugye ha bekapcsolunk, akkor az történik, hogy a mutatónkat a háló szemre fogja rászneppelni az autóked. Tehát olyan, mint egy nagy milliméter papír, amelyen csak a háló szemeken tudunk elhelyezni rajzelemeknek a végpontjait. Ugye első ránézésre olyan, mintha nem történt volna semmi, de ez a funkció csak akkor látszódik, ha belemegyünk egy rajzparancsba, tehát kiadjuk mondjuk a vonal utasítást, és ebben a pillanatban látszódik, hogy az autóked a háló szemekre snappeli rá a mutatónkat, tehát egy rácshálóban tudunk munkát végezni. És ha így tesszük le a rajzelemeket, akkor tuti biztos, hogy a rajzelemek végpontjai ebben az esetben egy azonos koordinátájú helyre esnek, hiszen ezt a háló maga garantálja. Azt fontos tudni, hogy a, hogy a maga a háló vizuális megjelenítése kikapcsolható, de ettől még a snap funkció megmarad. Tehát most nem látjuk magát a hálót. Ha visszanyomom f 7 tel akkor látni fogjuk. Ha leveszem, akkor ugye nem, de ettől még a snap funkció gyönyörű szépen működik. Természetesen testre lehet szabni ezeket a funkciókat, jobb klikk az ikonon, és raster beállítások. Itt szépen be lehetne adni a hálónak a kiosztását, x, y koordinátákat meg lehet adni, mindenki az igényeihez tudja igazítani, de számomra ez az alapbárítás még mindig elégséges volt. A következő rajzi segítség, ami ugye elhelyezkedik a sorban, az az úgynevezett dinamikus input. Ezt nagyon-nagyon szeretik a felhasználók, és valóban egy rendkívül izgalmas funkcióról van szó, kapcsoljuk be, majd adjuk ki a vonalparancsot. És látható, hogy a vonalparancs nem a parancsolba, a klasszikus parancsolba gépelődik be, hanem a mutatónk mellett egy ilyen mini parancsol jelenik meg, tehát a dinamikus input mindig a szárkereszt környékére teszi ezeket a funkciókat. Azaz, a szemünket nem kell levennünk a modelltér azon pontjáról, amiben éppen munkát végzünk, még akkor sem, ha parancsokat adunk ki. Tehát most kiadom a vonalparancsot, belemegyek a rajzomba, és látható, hogy az XY koordináták azok ott látszódnak a szálkereszt mellett. Azaz begépelhetném a vonal rajzenem XY koordinátáit. Most kiveszem a snap funkciót, akkor látszik, hogy szépen finoman tudok mozogni a mutatóval, és az is, hogy mi hogyan frissíti, hogyan frissülnek a koordináták. Ezeket át is lehetne írni, a tabbal lehet egyébként a szövegdobozó között ugrálni. Klikkeljünk a modelltér egy tetszőleges pontjára. Na és akkor most már mindenki számára világos, hogy miért kedvelik ezt a funkciót a felhasználók, ugyanis tulajdonképpen felméretezi az éppen készítendő rajzenemet az AutoCAD. Itt is a szövegdobozók között a tab funkcióval tudunk ugrani, és ha azt mondom, hogy ennek az egyenesnek a felde távolsága ne 77,65, hanem 100 rajzi egység legyen, akkor ütök egy entert, és egy ilyen hosszú egyenes kap. És megyünk szépen tovább. Most azt mondom, hogy a hossza jó, tehát nem azt fogom átírni, hanem a szöget. Ne 131 legyen, hanem mondjuk 115. Beütöm, Enter. És így gyönyörű szépen tudunk, tovább haladni, dolgozni, nagyon látványos, szájbarágos az input ezzel a módszerrel, a hátránya viszont az, hogy plusz vonalak jelennek meg a modelltérbe, és bizony ez egy összetett rajznál azért zavaró tud lenni. Ami fontos, hogy ugye a parancsol ennél a funkcionál a kurzor mellé költözik, azaz a parancsol belső funkcióit is el tudjuk itt érni. Látható, hogy azt írja ki nekünk a dinamikus input, hogy adja meg a következő pontot, vagy, ugye itt lehetne ö, ö, elérni a bezel, vagy a... Vissza funkciót. Nyomjuk le a lefele nyílat a billentyűzetünkön, és ekkor megjelennek az opciók, hogy bezár vagy vissza. Ha visszát kiválasszuk, és ütünk egy entert, akkor ugye visszaveszünk egy rajzenemet, ugyanúgy, mint a klasszikus parancsol esetén. De be is gépelhetjük azt, hogy V, és vissza. Be is tudjuk zárni, lefele nyír, lefele nyír, rámegyünk a bezárás menüponttal, enter és szépen bezártuk a rajzelemünket. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom ezt a funkciót, én magam egyébként nem használom a mindennapok során, pontosan azért, mert aki a parancsot megtanulja, az tulajdonképpen vakon tud gépelni, idézőjelek között az autókedbe, tehát nincsen szüksége ilyen vizuális segítségekre, de az biztos, hogy esetenként rendkívül hasznos funkcióról van szó. Amit még itt ki kell emelnem, zárójelek között, hogy itt is vannak belső opciók, dinamikus adatbevétel beállításai, menjünk rá, beállítások, opciót, itt az első ablaknál mutató bevitel engedélyezése alatt, és amire figyeljünk oda, hogy alapértelmezésként relatív koordinátákat vár, ugye szemben a megszokott abszolút koordináta értelmezéssel. Tehát ez sokszor azért meg tudja zavarni a felhasználókat, de ez már egy kicsit haladó témakör. Tehát emlékezzünk rá, hogy a relatív koordinátákkal dolgozik az autóked, hogy a milyen fajta koordináta rendszerek vannak, azokat elmondtam az autóket 2013-as videósorozatomnál, mindenki nézze meg. Okézzuk le, és erről a funkcióról ennyit szerettem volna elmondani. Töröljük ki a rajzelemeket, de ellen levettük a modelltérről. Kikapcsoljuk a dinamikus inputot, és most jön egy nagyon-nagyon fontos rajzi segítség. Ez nem más, mint az ortó, azaz ortogonális korlátozás, merőleges rajzolás. Ha bekapcsoljuk, ráklikkelve az ikonra, akkor azt érjük el, hogy az egyenesek csak egymásra merőlegesek lehetnek, tehát belemegyek egy vonalba, leteszem a kezdőpontot is, merre mozgatom el a szárkeresztet, csak visszintes vagy függőleges vonalat tudok létrehozni. Ugye ez mindig az aktuális koordináta rendszer x és y tengelyeivel esik egybe, nem pedig ugye a képernyő x és y oldalaival. Ha leteszek egy rajzenemet, akkor utána a következő csak erre merőleges lehet. A műszaki rajzban a legtöbb rajzenem egyébként merőleges a másikra, tehát egy rendkívül hasznos rajzi segítségről van szó. Nézzük meg egy picit mélyebben ezt a funkciót, mert megérteni könnyű, de valóban kihasználni a benne lehetőségeket csak úgy tudjuk, ha valóban megértjük ezt az input formát, Rámegyünk ugye a vonalparancsra, és azt láthatjuk, hogy egy ilyen képzelet beli 45 fokos egyenes mentén vált a vízszintes és a függőleges rajzelem között az autóked. Tehát ezt jó tudni, hogyha a képzelet beli, ugye a kezdőpontból indított képzelet beli 45 fokos egyenes fölött van a mutató, akkor vízszintes, ha akkor pedig függőleges rajzelemet hozunk létre. A következő fontos információ az, hogy általában ezt a funkciót a parancsolóval együtt alkalmazzuk, tehát van egy függőleges vonalam, mert ezt szeretném, és tudom, hogy milyen hosszú. Beírom tehát a parancsolba az, hogy mondjuk 100 rajzi egység hosszú legyen. Ütök egy tehát szépen elkészített ezt az autóked. Majd megmutatom neki, hogy hova szeretném tenni a következő rajzenemet, ugye a kezdőpontja már adod, csak az irányát nem tudja. Megmutatom neki, és beültöm az, hogy 25. És szépen 25 egység hosszú rajzenemet hoztam létre. Följövök 50-et, bejövök 10-et, Följövök 50-et, és szépen így tudok vele dolgozni. Elmegyek erre el 200-at, lefele jövök 120-at, és a többi enterrel megszakítom. Spacer -el enterre elindítom, leteszem. Most rajzolok egy 100x100-as négyzetet. Egyik oldal, másik oldal, harmadik oldal, negyedik oldal enterre bezárom. Ezt a funkciót ugye így kell használni, így látható, hogy mennyire produktív ö, az autóket. F8-al tudjuk bekapcsolni, ugye ilyenkor ö, szabadon tudjuk letenni a rajzenem végpontját, vagy F8-al, ha ha, tehát ugye F8-a, kikapcsoltuk, és F8-a, bekapcsoljuk, akkor megint függőlegese, vagy visszintes irányra korlátozza az autóked. A lajzelemet F8-a kikapcsolom, szabad. F8-a bekapcsolom, F8-a kikapcsolom. Ezeket a funkció billentyűket célszerű elsajátítani. Rendben van. Jön a következő rajzi segítség, ez pedig nem más, mint a poláris. Itt a merőleges mellett látható, kapcsoljuk be, indítsunk egy rajzenemet, és nézzük meg, hogy mi történik. Az látható, hogy ilyen zöld, szaggatott, vetítő vonalak jelennek meg, Ö, ugye poláris irányokat keres föl az autóked, vetítő vonalakkal jelöli ezt nekünk, amelyeken pontot tudunk fogni. Ha megnézzük, akkor kapjuk a 0 fokot, a 45 fokot, a 90 fokot, tehát 45 fokonként haladunk előre és tudunk lehelyezni rajzelemeket, ugye tetszőlegesen a vetítő vonalak mentén. Ezt a lépés közt, hogy hány fokonként keresse fel az autóked a poláris szögeket, itt alul tudjuk szabályozni, itt 90, 180, tehát 90, 45, 30, 23, 18, 15, 10, 5 szögértékenként tud lépkenni az autóked. Mondjuk ugye a 15 fok is lehet hasznos. Nézzük azért ezt meg, hogy mindenki számára a videóban egyértelmű legyen, hogy ez miről szó. Tehát látható, hogy a 0, 15, 30, 45, 60 és így tovább szögtartományokat fölkeresi számunkra az autóked. De egy, egy, gyakorlati példát is nézünk. Tegyük föl, hogy szeretnénk egy olyan négyzetet rajzolni, amelynek az oldalhosszai 100 egység hosszúak, és 45 fokkal el vannak forgatva. Csak hogy mi még nem ismerjük a forgatás parancsot. Ezt meg tudjuk tenni a poláris funkció segítségével is. Először válasszuk ki a 45 fokos bővítést. Menjünk bele a vonalparancsba, tegyük le valahova a rajzenemünk kezdőpontját, keresjük ki a 45 fokot, látható, hogy egy ilyen x, vagy jobban mondva kereszt jelenik meg a szaggató zöld vonalon. Ez azt jelenti, hogy szomszédos pontot tudunk fogni, azaz bármilyen pontjára rá tudunk kapaszkodni a mutatóval. De mi ehelyett, ugye, megadjuk az egyenesünknek a hosszát, ami száz egység lesz, ütünk egy enter. Már is megvan az oldal hossza a négyzetünknek. Fölkeressük a következő 45 fokot, ami ugye 315, porális koordinátor rendszerben gondolkodva. Száz egység hosszú, jön a következő irány, száz egység Hosszú, ugye mindig tudjuk, hogy 45 fokban törik az egyenesünk, hiszen az a szögnövekményünk, és végén jön az utolsó százas, és gyönyörű szépen koordináta helyesen tudunk rajzelemeket összeszerkeszteni anélkül, hogy tudnánk, hogyan kell elforgatni egy négyzetet. Tehát például erre is alkalmas a poláris funkció. A poláris funkció után nézzük meg a talán legfontosabb rajzi segítséget a tágy raster keresést. Ehhez ugye rá kell mennünk és be kell kapcsolnunk ezt a funkciót, tehát tágy raster, kapcsoljuk be, ilyenkor ugye kék lesz az ikonja, és nézzük meg egy példán keresztül, hogy ez miről is szól. Arról van szó, hogy a tárgyalaszter opció a modelltérben már létrejött, rajzelemek fontos geometriai pontjait, mint például kezdőpont, végpont, merőleges, érintőpont képes megkeresni és fölkinálni a szerkesztő számára. A funkció úgy érhető el, hogy belemegyünk egy rajz utasításba, letesszük például vonalunknak a kezdőpontját, majd Ugye megközelítünk egy rajzelemet, amelyet be akarunk vonni a szerkesztésbe. És ilyenkor a modelltérben úgynevezett tájrasztel pontok jelentkeznek. Zöld ikonként rajzolja őket ki az autóked, amelyen mutatja, hogy milyen speciális pontot talált a számunkra. Talált egy végpontot meg egy felezőpontot. Ugye nyilván van egy keresési tartomány, és ha valamelyik speciális pont ebbe beleesik, akkor az kirajzolja az autóket, egyébként pedig nem. Ha egy másik nemhez közelítünk, akkor annak fogjuk meglátni a felezőpontját, vagy éppen a végpontját. Ugye ikonnal és szöveggel is jelöli a számunkra az autóked, hogy milyen pontokat talált meg nekünk a modelltérben. Ha pedig ugye egy ilyen pontot fölkínált a számunkra, akkor ha klikkelünk az egérrel, akkor szépen beleugrik az egér, és ugye inputként az adott koordinátát bele is írja az autóked az éppen futó rajzolási parancsba. Így lehet gyorsan, koordináltal helyesen rajzelemeket egymáshoz illeszteni. Tehát, ha nekem van mondjuk, egy rajzelemem. ugye ezzel indítottunk a videó elején, amihez szeretnék illeszteni egy másik, egy másik rajzelemet, akkor a tárgy funkció segítségével meg tudjuk keresni a végpontját és a fedezőpontját. Ehhez a végpontot szeretnék, kicsit ránagyítok, hogy jobban lássuk, klikkelek, és már is bent van. És a végén össze szeretném kötni őt vele, egyszerűen klikkelek, és space lezárva a parancsot, készen is vagyok. A lényeg az az, hogy a tárgyasztalek mindig koordináta helyes szerkesztés segítenek, és igazándiból ez az a módja, amelyel tudunk igazándiból hatékonyan dolgozni az autókeddel. Na de, milyen pontokat lehet fölkeresni ezzel a fantasztikus funkcióval? Ez attól függ, hogy milyen rajzenemmel dolgozunk. Mert ha például leteszünk egy kört, annak ugye nincsen végpontja, annak általában a középpontja van, negyedelőpontjai, érintési pontjai. Nézzük, meg, mit kínál föl nekünk ezekből a pontokból az autóked. Közelítem az egyenessel, oppá, egy sík negyed pontot fölkínál, fölkinálja a következőt, tehát mindegyiket meg tudja nekünk találni. Persze azért nagyjából el kell találni azt a helyet, ahol ugye ennek a pontnak lennie kell, meg itt a középpontot is. Tehát gyönyörű szépen tudok ezekhez a pontokhoz rajzenemet illeszteni. De én úgy szeretnék egyeneseket a körhöz szerkeszteni, hogy azok érincsék azt. Na most, ezt a funkciót is tudja nekünk az autókért biztosítani, csak alapból ki van kapcsolva. Hogy miért arról majd egy kicsit később? Ha rámegyünk erre a el opcióra, akkor a mutató nyílra klikkelve, vagy jobb egér az ikonon, be tudunk hozni egy ilyen helyi menüt, amiből választjuk ki a tárgyasztal beállításokat. Megjelenik egy párbeszéd ablak. Itt látható ezeknek a tárgyasztal pontoknak a neve és az ikonja, ahogyan őket megjeleníti az autóked a modelltérbe, és ahol van egy pipa, azokat fogja csak megkeresni a számunkra. Tehát, hogyha nekünk kellene mondjuk egy érintési pont, akkor szépen rakjuk be a pipát, de nekünk mondjuk nem kell a végpont meg a felezőpont, akkor ezeket nem fogja nekünk megkeresni. Nézzük meg a hatását, vonalrajzelem, közeledek a körhöz, megvan a síknegyedpont, de mellette megjelenik egy kicsit ö, távolabb az, érintő, az érintési pont, beleklikkelek, kiszerkesztettem. Ugye most a végpontját az egyenesnek, meg a felező pontját nem keresi nekünk, innen is indítok egy egyenest, egy másik érintési pontot keresek, hoppá, meg is van, klikkelek, belehúzta az ikonba, a tárgyasztel pontba a mutatót, az autóked, készen is vagyunk. Na most, merőleges, az is egy nagyon gyakori szerkesztési igény, Természetesen ezt is be lehetne kapcsolni a tárgyasztál állításoknál, és igazándiból arra gondolhatnánk, hogy miért nincsen minden bepipálva, ha ez ennyire klassz dolog. A válasz az, hogyha nagyon sok tárgyasztál pontot talál az autóket, akkor igazándiból minket hátváltatni fog a szerkesztésbe, nem segíteni, mert mindenhova fogunk klikkelni az egére, csak oda nem, ahova szeretnünk volna. Ezért az az alapszabály, hogy mindig azok legyenek bekapcsolva, amelyekkel éppen dolgozunk. Sokszor azonban egyetlen egy esetre kell mondjuk egy tárgyasz pontot megkeresni. Tehát egyszer jó lenne a metanánál, de utána mondjuk órák hosszán át nincs rá szükség. Hogyan lehet ezt a valódi szerkesztés során megvalósítani. Például most vegyük ki a merőleges mellől, meg az érintő mellől a pipát. Okézzuk le, és én most erre az egyenesre szeretnék merőleges szerkeszteni, de nincsen bepipálva a tárgyasztalba. Belemegyek a vonalparancsba, leteszem a kezdőpontot, és látszik, hogy nem talál semmilyen merőleges pontot, annak valahol itt kellene lennie. De most lenyomom a Shift billentyűt, és jobb egérgomb. Megjelenik egy helyi menü, és ebből kiválasztom azt, hogy merőleges megközelítem a rajzenemet, fölkínálta a tárgyasztal pontot, klik, befejezem a szerkesztést. Újabb vonal indítok, látható, hogy nem találja meg a merőleges opciót, de semmi baj, Shift jobb egérgomb, merőleges. És már is fölkinálja, leraktuk. Tehát az érintőnél is ugyanígy tudjuk ezt kihasználni. Vonal érintési pontot nem talál nekünk, Shift jobb egérgomb, azt mondja, hogy érintő, már is megvan, kiválasztjuk. Azaz, ha Shift jobb egér gombbal ki a keresendő tárgyasztel pontot, akkor az csak egyetlen egy utasítás erejéig fog életben maradni, utána pedig nem keresi már a modelltérben az autóked. Egy apró trükköt mutatnék még a számotokra. Mi van, akkor ha én erről az egyenesről szeretnék egy merőleges egyenest indítani, ugye ez pont fordítotja annak, amit bemutattam nektek, semmi baj nincsen, meg lehet tenni, bár nem annyira triviális ennek a megoldása, vonalparancs, shift, jobb egérgomb, merőleges, és látható, hogy minden pontján az egyenesnek a merőleges ikon látható, tehát bármely pontjára klikkelhetek, egy merőleges egyenest fogok szerkeszteni rá. Lehet látni, hogy ugye le is az egyenesről, hiszen vektorokkal dolgozunk. Most az a lényeg, hogy az irányunk merőleges legyen. Ide leteszem, és már is kiszerkesztettem az egyenesünket. A tárgyalasztalban nagyon sok lehetőség van, mindenkinek föl kell fedeznie ezeket a funkciókat. Egy utolsó opció, amit még bemutatnék nektek a mai videóban, az nem más, mint maga a tárgyalasztal követés, ez az ikon itt mellette helyezkedik el, kapcsoljuk be, F11 funkció billentyűvel lehet kezelni, és rajzoljunk egy téglalapot a mérete mindegy. A feladatunk az, hogy ennek a téglalapnak a közepéből szeretnék egy rajzelemet kiindítani. Most kikapcsolom a tárgyasztek nézzük meg, hogy hogy lehetne ezt elvégezni tárgyasztek követés nélkül. Szépen klikkelünk, majd ugye innen elindítottam a rajzelemet, tehát ugye ebből a felezőpontból, vagy hát középpontból tudtam egy ajzelemet indítani. Most visszakapcsoljuk a tárgyasszár követést, és megnézzük, hogyan lehet ezt tágyalszág követése megtenni. Vonal. Rámegyek az egyenesnek a felezőpontjára, de látszik, hogy azt ugye most kikapcsoltam, most visszakapcsolom, kell a végpont, felezőpont is általában. Rámegyek tehát a felezőpontra, ráviszem a mutató, de nem klikkelek. És ilyenkor egy zöld kereszt marad az adott tárgyasztel ponton. És amikor a szárkereszt ennek a keresztnek az útvonalába esik, akkor ilyen vetítő vonalak jelentkeznek. Függőlegesen, vízszintesen is. Ha ráviszem még egyszer, és lehúzom, akkor eltűnik. Tehát ez a tárgyasztel keresés megszűnik működni. Ráviszem, újra működik. Most ide, tegyünk ide a felső rajzelemnél is egy tehát ő is keresi ezeket az irányokat. Nagyszerű. Most nézzük meg, mi történik, ha a kettő egyszerre dolgozik. Az, hogy közös pontot kínálnak föl nekünk ezek a szerkesztő vonalak, amelyekbe, ha beleklikkelünk, akkor szépen el tudjuk indítani a rajzelemünket. Természetesen itt is azért vannak finomságok. Kezdőknek egyébként nem teljesen szokott ez világos lenni, hogy ez mire is jó, de aki egyszerre ráhangolódott, az igazán produktív tud lenni az autókeddel. Alapvetően a legfontosabb rajz segédleteken keresztül mentünk. Egy aprósága hívnám föl itt az AutoCAD 2016-ban a figyelmet, hogy nem feltétlenül van minden rajzi segítség kirakva ikon szinten az alsó státusz sorra. Itt jobb oldalt a képernyő szélén van a testre ikon. Ha erre elmegyünk, akkor szépen be lehet kapcsolni, hogy milyen funkciókat rakjon ki ikonként a státusz sorra vagy bárra az autóked. Például, ha nekünk nem kell a poláris követést, akkor le tudjuk venni az ikonját. De például a 2D tárgyasztel sem biztos, hogy kint van alapból, vagy a tárgyalasztal követés, ugye ezeket itt szépen tudjuk testre szabni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok a mai alkalommal is, és remélem, hogy nem sokára már valóban a 3D szerkesztés rejtelmeivel foglalkozhatunk a gyors talpaló tanfolyam után. Sziasztok!